az Alsóvárosi Katolikus Bált 8. alkalommal rendezték meg idén. A szervezők örömmel nyugtázták, hogy nem csak a középkorosztály, hanem a második és harmadik generáció is eljött, hogy együtt mulasson. Alsóvárosiakat hívjuk meg, és várjuk a barátaikat is természetesen, és amint látják, itt a teremben vagyunk többen, mint 200-an. Az estét Bíró László püspök, Kolbert Mátyás esperes és Mak József az Egyesület tiszteletbeli elnökének előadása nyitotta meg. A püspök beszédében az alsóvárosi kultúra értékeire, köztük a család fontosságára hívta fel a figyelmet. Amint a fa erősségét, az ág erejét, a gyümölcs minőségét a fa gyökereinek erősségéből nyeri, úgy a társadalom is a maga erejét a család erejéből nyeri. A püspök elmondta, hogy ezen a rendezvényen sokkal bensőségesebb a hangulat, mint a többi bálon. A jelenlévők jókat beszélgetnek, elhozzák a legjobb boraikat, és természetesen a tánc sem maradhat el. Kovács Józsefné Lengyel Klára, a rendezvény főszervezője elmondta, hogy az Egyesület már túllépett azon, hogy csak a szórakozás legyen a fő szempont. Idén egy nemes célt választottak, amihez szükség van közösségük összetartására is. Nagyon nagy célunk a kórházkápolnának a felújítása. Ebbe lépéseket tettünk, pályázatokat nyújtunk be. A szervező reményei szerint a kápolna 2010-re 250 éves fennállására visszanyerheti eredeti állapotát.